azt mondja, szeret metrózni. Itt egy olyasmi dolog történik, hogy beszél a Bánsági Ildikó a fiáról, elmondja, hogy metróval jár mindenhová, közben ezzel a jelenettel párhuzamosan a város másik végében a fia ül egy parkban. Amikor ő azt mondja, hogy metróval jár mindenhová, átkerülünk a metróalagútba, és egy térélményen keresztül kibukkanunk a parkba. Tehát ez olyan, mintha a hármas metró vonalán elfutnánk a egyik állomástól a másik állomásig. Az én fejemben ez volt, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt kihasználnánk, hogy egy városban így is összeállnak a dolgok, hogy mondjuk a metró is egy hálózat, ami összeköt.